a jogszabályalkotás úgy zajlik ma, hogy délután kitalálják, hogy milyen törvényt akarnak módosítani, semmi egyeztetés, képviselői önálló indítványként bekerül az országgyűlés elé, ahol a kétharmaddal másnap már meg is szavazzák, harmadnap érvényben van. Visszamenőleg alkotnak törvényeket, ami teljesen elfogadhatatlan, és ami még inkább elfogadhatatlan, hogy még azokat a törvényeket se tartják be, amelyeket esetleg ők hoztak, és erre egy ragyogó példa, például Kishantos esete. Egy non-profit helyi közösség által létrehozott gyönyörűen működő rendszert, ami ugye egy 452 hektáros biogazdaság, az ebből származó jövedelem visszafordítva a népfőiskolába, oktatásra, ez gyakorlatilag most a 21 év munkáját felszámolják és megszüntetik. Magyarországon jelentős földterületek vannak még mindig állami tulajdonban, és ezeket bérbe adja az állam bizonyos időre. A kishantosi területek állami földterületek, amiket hosszú távú programra bocsájtott az állam ennek a népfőiskolának a rendelkezésére. A kishantosi népfőiskola egész területét újrapályáztatta az állam, 10 különböző részletben. Természetesen a kishantosiak is beadták a saját pályázatukat mind a 10 részletre. Egy négyzetcentimétert nem kaptak ebből a területből, tehát mindenüket elveszik. Teljesen egyértelmű, hogy itt Kishantos esetében politikai bosszúról is szó van, meg hát persze a földőségről, de tudni kell azt, hogy Ágyán József fideszes politikus, fideszes képviselő volt, aki rengeteg szavazatot hozott a Fidesznek azzal, hogy a gazdák nagyon bíztak benne, és mellé állította a Fidesz mellé a kisparasztságot. De amikor kiderült, hogy csak papíron és szavakban támogatja ez a kormány a helyi közösségeket és a gazdákat, akkor ő lemondott, és Kishantos pedig létrehozott egy olyan honlapot, az a címe, hogy Kié legyen a föld, ahova Ágyán képviselő úrnak az összes kimutatását, hogy kik kapták, és milyen, akár Orbán Viktorhoz, akár a többi fideszes vezetőhöz kapcsolható cég, maffia hálózat az, aki ezt az egész terepet uralja. És az összes többi Magyarországon zajló földügyben természetvédelmi alapítványok területeit, nemzeti parki területeket osztogatnak szét, és emögött az a áll ideológia, az a demagógia van, hogy hát odaadjuk a földet a helyi gazdáknak. Kik kapják ezeket a földeket, azt is érdemes megnézni. Gyakorlatilag egy nagyon szűk érdekcsoport kapja, és ez a szűk érdekcsoport, ez nagyon erősen kötődik a kormány közüli személyekhez, főleg itt Fejér megyében. Ha a civil oldalt nézzük, ott sem rózsásabb a helyzet, a civilek nem kapnak forrásokat, a magyar társadalom nem tudja eltartani a hazai civil mozgalmakat, úgyhogy nagyon sok civil szervezet tényleg a létért küzd, illetve gyakorlatilag meg is szűnt, vagy teljesen leépült. Eltávolították mind a hatóságoktól, mind a nemzeti parkok egy részéről azokat a szakembereket, akik értettek a szakmához. És ez még azt se lehet mondani, hogy ilyen jobb oldal, bal oldal harca volt, hanem nekem meggyőződésem az, hogy a természetvédelem útjában állt a gazdasági érdekeknek, és itt most abszolút a gazdasági érdekek domináltak.